Az elmúlt néhány esztendőben igazán elkényeztették szurkolóikat a Fradi női labdarúgói. Dörnyei Balázs tanítványai ugyanis sorra nyerték a Magyar Kupa és a Magyar Bajnoki címeket, már-már úgy tűnt, hogy a lányok verhetetlenek itt ebben a magyar mezőnyben. Aztán tavaly történt valami. A lányok két meccsen is alul maradtak a bajnoki döntőben az MTK-val szemben, ezzel idézőjelben csak az ezüstérmet szerezték meg, ami egyben azt is jelentette, hogy nem indulhattak a Bajnokok Ligájában. Ez pedig gondolom, hogy nagy érvágás volt a lányoknak, és ezt már egyben kérdezem is Dörnyei Balázstól. Szia Balázs, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Hát. És arra vagyok kíváncsi, hogy hogy telt ez a mögöttünk hagyott pár hét, pár hónap, vagy egyáltalán mögöttetek tudtátok-e hagyni ezt az időszakot? Persze, azért hál' Istennek az Erik profi módon gondolkodó társaság. Talán a legjellemzőbb példa arra, hogy ők milyenek, hogy dolgozzák fel ezeket a sikerélményeket is, illetve a kudarc élményeket, hogy mire másnap bementem az öltözőbe és készültünk a következő nap edzésre, már telepakolták olyan képekkel az öltözőajtó egyik felét, hogy ilyen arcokat nem akarnak többet látni, és felrakták azokat a képeket, amik róluk készültek az előző napon, amikor elvesztettük a bajnoki címet, és a másik oldalra az ajtóra pedig felrakták azokat a képeket, amiket jellemezték az elmúlt két vagy három évben, hogy ezeket az arcokat akarják majd egy év múlva látni, és ezt maguknak csinálták meg, úgyhogy nagyon gyorsan elkezdték feldolgozni ezt a kudarcot, mert ezt nem lehet másképp nevezni, ez kudarc volt. Utána még edzettünk egy pár hetet, voltak válogatott programok, volt egy hónapos szünetük, aminek egy részében ugye egyedül dolgoztak otthon a saját edzéstervük szerint. Aztán július elején elkezdtünk dolgozni, és addigra már tényleg mindenki maga mögött hagyta ezt a kellemetlen élményt. Nem is nem tudunk mit csinálni, hogy sportemberek vagyunk. Nagyon sokat beszéltünk arról kollégákkal, hogy mit hibáztunk. Nyilván egyértelműen a legnagyobb hibát azt mi követtük el edzőként, tehát a szakmai stábot lehet hibáztatni leginkább, hiszen a játékosok azt csinálják a pályán, amit mi kérünk tőlük. Elég sokat hibáztunk, azt gondolom, ebben az előző évben. Jó dolgokat akartunk, amik nem feltétlenül sültek el jól, de a csajok is tisztelták saját magukban, hogy milyen problémákat véltek felfedezni, és volt egy nagyon klassz beszélgetés ebből, hogy tiszta fejjel induljon mindenkinek a következő évnek. És ugye ez a következő év, ez már el is indult, jó pár bajnoki van mögöttetek. Most ugye a Győr elleni bajnoki előtt rögzítjük ezt a beszélgetést. Maradtak a célok, amik előtte, megnyerni mindent, visszahódítani? Ez teljesen természetes. Tehát nem is lehet más célunk igazából. Ez a csapat tesz annyi energiát, munkát ebbe bele, hoz annyi áldozatot, ugyanúgy, mint a mögöttünk álló klub is, hogy nem lehet más célunk, mint megnyerni a bajnokságot és a kupát is, de egyértelműen az első számú cél a bajnoki cím visszaszerzése lesz majd. Mennyire kész erre a keret? Gondolok itt arra, hogy azért nagy nevű távozók vannak, legalábbis magyar szinten, úgy gondolom Odzsi Csankovics, ugye kiemelkedtek a Fradiból, meg a bajnokságból, és itt Zágor Bernadett is ugye távozott. Számítottál erre, vagy belekalkuláltad ezt a keret átalakulásába? Nagyjából igen. Ugye jelen Csankovics egy egészen kiváló képességű labdarúgó, tehát ez borítékolható volt, hogy nem fognának megöregedni. Kaptunk egy nagyon jó ajánlatot érte Svédországba, úgyhogy el lehetett engedni, azzal problémánk igazából nem volt. Őt igazából nem pótoltuk személy szerint még, tehát még egy olyan típusú játékost keresünk, de az eddigi mérkőzések azt bizonyítják, hogy az újfajta játékmodell, amit a kollégámmal kidolgoztunk, az tökéletesen működik nélküle is. Nem egy játékos pótolja ez a magyarázat. Ebben Orgyról gyakorlatilag már tavaly novemberben lemondtunk, igazából tudtuk, hogy érkezik a helyére Allegre Pólya, aki nagyon fiatal, tehetséges lány, illetve tudja helyettesíteni a keretből több másik játékos is. Jelen pillanatban azt hiszem, hogy 6 vagy 7 góllal vezeti a góllövő státusz Lajana Bulatovics, úgyhogy Odzsinak a hiányát megoldottuk. Zágor Bernadett pedig egy nagyon jó képességű, a felnőtt magyar válogatott labdarúgó, de az elmúlt 3 évben sajnos nem igazából tudott minket segíteni, az igazság. Nagyon sokat volt sérült, illetve mentálisan sem volt olyan állapotban, hogy az egyéb gondjai mellett minket a pályán profi módon tudjon segíteni. Mindennek ellenére, hogy mindent megtett ennek érdekében abszolút sportember módjára. A mérleg másik oldala azért érkeztek játékosok, egy párat már említettél is, néhány mondatban beszélünk róluk. Három érkezünk volt eddig, Porsche Bokaja egy gánai válogatott labdarúgó, igazából ugyanazon az ügynökségen keresztül kerültünk kapcsolatba vele, mint annak idején Elizabeth Addóval, de nem azokon keresztül igazoltuk le. Ő egy 2015-ös évben a legjobb három labdarúgó között volt Afrikában, egyelőre még próbál beilleszkedni a közösségbe, roppant képzett, nagyon gyors ballábas játékos, de egyelőre még mindenkinek az igényének meg akar felelni, tehát őt 20 embernek hoztuk, ő viszont egy roppantul szerény, igazi kis iparosként tevékenykedik az edzéseken, és ennél azért sokkal többet várunk tőle. Illetve hát nagy kockázatot nem vállalva visszahoztuk két saját nevelési játékosunkat, Szabó Viktóriát, illetve Diószegi Fannit a német másodosztályból. Ugye Szabó Vikit játszott nálunk annak idején a bajnoki döntőben,
meg előtte egy pár éven keresztül majd játszott a Ferencvárosban, pontosan tudtuk, milyen kaliberű játékos, tökéletesen illeszkedik a közösségben, nagyjából 3 perc alatt tudott visszailleszkedni. Szórja a gólokat. És ráadásul a baloldali védő pozíciójáról most azt hiszem, 3 vagy 4 gólt szerzett a bajnokságban, abszolút tele támadó szerepben játszik, egy nagyon intelligens labdarúgó. Diószegi Fanni ugye elkerült tőlünk annak idén az MTK-ba, ez nem volt egy sikeres ötlet, aztán volt több egészségügyi problémája a Fantának, és most igyekszünk neki megadni lehetőséget arra, hogy itt nálunk felépítse magát játékosként is, meg az életnek az év területein is. Azt mondtad, hogy eddig 3 igazolás volt, akkor terveztek meg erősítést? Igen, azt gondolom, hogy szeretnénk 2 fiatal játékost igazolni a téli időszakban, még egyiket Magyarországra, egy magyar labdarúgóba gondolkodunk, támadó pozíció környékén, vagy támadó középpályás pozícióban. A másik játékosunk az külföldi lenne, de szintén egy nagyon fiatal, tehetséges labdarúgó, aki a saját országában már a felnőtt válogatottban futbolozik, illetve terve van még egy játékos, ugye, aki az úgynevezett egyensúlybontó középpályásnak a pozíciába érkez, de talán ez a köznyelven inkább ez a 10-es számmal jelölhető labdarúgó. Ő lenne Jeccának az utódja, de nála egy kicsit gyorsabban futbolozó játékost képzelünk ezen a pozíción, de hasonló technikai képzettséggel, ott több jelölt van egyelőre, de még nem választottunk belőlük. Egy több külföldi labdarúgó is szóba került, és arra vagyok kíváncsi, hogy nálatok ez számít-e, hogy külföldi vagy magyar, ugye ez igazán nehéz kérdés, főleg a Fradinál, például hogy a női kézisek megszabták, hogy maximum 4 vagy 3 külföldi, most nem tudom pontosan, van náluk, itt nálatok van ilyen kvázi belső szabály? Hát én nálam az a szabály működik, hogy a lehetőség szerint a keretnek legalább a 2/3 az nálunk felnőtt vagy nálunk nevelkedő játékosokból álljon. Ezt azt gondolom tudjuk tartani, illetve ezzel a számmal azért nálunk elég vastagon változtatni, hiszen van egy másik csapatunk, a Kóka, ahol gyakorlatilag a csapatnak a 80%-a saját nevelési fiatalokból áll, úgyhogy szerintem mi nagyon klasszul állunk ezen a területen. Nincsen igazából különbség, ez általában a velünk nem túl szimpatizáló sajtómédiumok szokták ezt mondani, hogy a külföldi játékosok húzzák a szekeret. Szerintem érdemes megnézni a mostani bajnokságnak például a mérkőzéseit, amikor éppen akár a Szabó Viktóriát mondhatnánk, most Dóczi Evét, Fenyves Évét, paradésen futballoznak ezek a lányok, illetve nem is tudom, melyik interjúban mondtam, hogy a középpályánkon 4 magyar lány játszik, ráadásul hogy ugye most jelen pillanatban jelen Csankovics helyen egy 18 éves, sőt még nem 18 éves, 17 éves Csiki Anna játszik, aki a Fradiban nőtt fel, úgyhogy szerintem mi ebben elég jó szerepet töltünk be, hogy fiatal játékosot építsünk fel. És hát azért nem csak a Fradi keretében vannak külföldiek, most akkor térjünk át arra, hogy igen, csak megerősödött ez az NB1. Kik lesznek most a hívók? Vagy kikkel lesztek harcban? Ez nagyon érdekes kérdés, mert most én úgy látom a bajnokságot, hogy a felső házra arra gyakorlatilag 6 csapat pályázik, arra 4 helyre. A 2, aki úgy gondolom biztos az alsó házban fog futballozni, ami második csapatunk a Kóka FN alá, de hát náluk nincs is ilyen eredménycél. Nagyon örülnék, hogy benne maradnának az első osztályban, de az első számú szempont nyilván, hogy ők hogy a fiatal játékosainknak a közvetlen utánpótlásunknak lehetőséget tudjanak teremteni. Ez az Újpest, aki biztos szerintem a kiesés ellen fog harcolni. Ez a 6 csapat megbírkozik majd a felsőházért, reméljük, hogy ez inkább 5 csapat lesz, és nekünk biztos helyünk van ott, tehát nyilván ez elvárás is. Erősödött az Astra, ott is most már profilabdarúgók vannak, tehát munkaszerzésre rendelkező játékosok futballoznak, akár csak a Viktóriában, a Győrjátóban. Az MTK-ban is minden játékos elég komoly javadalmazásban részesül a labdarúgás által. Úgyhogy ebből a szempontból változott a női futball nagyon komolyan. Tehát gyakorlatilag mindenhol fizetnek a játékosoknak a Kóka kivételével valamilyen úton, módon. Tavaly, amikor kint jártunk nálatok, akkor említetted, hogy ugye ezt a fajta szisztémát vagy játékstílust váltottatok, jobban figyeltek a védekezésre, vagy hogy elfolytsátok már az ellenetek irányuló támadásokat, és így kevesebb gólt is kaptok. Viszont a betemerülő védelmekbe gyakran beletörik a csapat bicskája. Ezen sikerült csiszolni, vagy jól látom egyáltalán, hogy ez a kulcs most? Hát igazából a tavalyi feladatuk az egyensúly megteremtése lett volna, hogy úgy támadjunk, hogy minél kevesebb helyzete legyen az ellenfeleknek. Ebben azt gondolom 100%-osan sikert éltünk el. Igazából a bajnoki döntőt azt úgy vesztettük el, hogy a 2 mérkőzés egyetlen egyszer nem találták el a kapunkat. 2 egészen bohozott billő gólt kaptunk, mindamellett, hogy nem tudtunk gólt szerezni, illetve érvényes gólt nem tudtunk szerezni. Az idei évben abban változott ez az egész játékmodell, amit próbálunk játszani. Egyébként ez egy elég hosszú fejlesztő munka eredménye volt, amiben a prémet azt mondjuk Bognár Gábor kollégám az, aki vitte a saját ötleteink alapján, hogy pontosan az olyan csapatok ellen, akik visszaállnak ellünk, már pedig gyakorlatilag mi csak olyanokkal találkozunk, azoknak a védelmét meg tudjuk bontani, és az eddigi mérkőzéseken igazából nem is volt ezzel probléma. De nyilván majd a fontosabb meccsek majd a rájátszásban fognak következni, illetve hát majd remélhetőleg a helyosztó mérkőzések.
amikor egyértelműen eldől az, hogy az a munka, amit idén végzünk, és amit kitaláltunk, a játékmodell, az működik-e és eredményese. 2016 nyarán nyilatkoztad a Magyar Hírlapnak, hogy, és akkor most megpróbálom idézni, hogy Európa legjobb 32 csapata közé stabilan tartozó női csapat költségvetése minimum 700 ezer és 1 millió 200 ezer euró közé tehető. Ugye ez a férfiaknál nagyjából egy gyengébb NB2-es klub büdzséje, és a miénk ennek csak töredéke volt akkor. Most hogy állunk költségvetésben? Sikerült előrébb lépni? Egyértelműen sikerült előlépni, tehát a Ferencváros eddig is, sőt most a bajnoki címelvesztés után gyakorlatilag még inkább kiáll mellettünk, tehát a mi körülmények gyakorlatilag javultak csak érdekes módon, tehát még több bizalmat kapunk, amiért igyekszünk is meghálálni. Egyértelműen fejlődtünk ezen a területen, tehát több olyan sportolónk van, akinek ösztöndíjat tudunk biztosítani fiatal sportolónak. Több munkaszerződéssel rendelkező igazi profi játékosunk van, tehát akik ebből élnek. Tudtunk olyan elemző eszközöket vásárolni, kamerarendszert, játékos felmérő eszközöket, amik nagyon sokat segítik a munkánkat. Ti is láttátok, hogy folyamatosan fejlődik azért a Kocsis Sándor Sportközpont, amik is otthonunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe tudtunk előlépni. Most azért még van hova, tehát még mindig nem érjük el szerintem költségvetésben a nagyjából a felét, harmadát sem ezeknek a csapatoknak, amikről beszéltünk ott. De én azt akkor elmondtam, hogy nem is biztos, hogy nekünk egy olyan költségvetés kell hozzá. Tehát Magyarországon sok mindent saját erőben meg tudunk csinálni. A magyar ember az nagyon-nagyon okos ember, hogyha dolgozni akar, megfejlődni akar. De az biztos, hogy még anyagi téren van hova nekünk fejlődnünk ahhoz, hogy versenyképesek legyünk ezekkel a csapatokkal. De nem kizárólag az anyagiakon múlik, azt azért hozzá kell tennem. Zárásként egy név, akire figyeljenek a szurkolók, egy fiatal labdarúgó, aki idén berobban. Csiki Anna egyértelműen. Hát legyen úgy, hajrá Anna, hajrá Balázs, köszönjük szépen az interjút. Szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük szépen, ne felejtsék el, hogy jövő héten is lesz Zöld-Fehér Hírek, addig, hogyha YouTube-on járnak, akkor a 9.tv csatornáján vissza tudják nézni az eddigi összes adást. Tegyenek így a viszontlátásra.